hasonló betegségük, egészségügyi problémájuk hozta őket össze. A negatívumból mégis képesek a legjobbat kihozni. Egy közös igény alapján már majdnem 30 éve működik a Dombovári Szívklub. 27 évvel ezelőtt, vagyis 1993-ban jött az az ötlet, hogy a rendelések során nincs idő igazából a betegekkel foglalkozni, tehát elmondani, hogy miért alakult ki a betegség, vagy részletesebben a betegségről. És azért akkor úgy gondoltam, hogy érdemes lenne egy klubot összehozni, ahol kötetlen körülmények között tudunk beszélgetni a betegségekről és a megelőzésről, rehabilitációról, életmódváltásról, mindenféléről. A kezdeti 10-15 fős tagság már a 70 fölé emelkedett, ami sajnos azt jelenti, hogy ezek az emberek valamilyen formában érintettek szív- és érrendszeri betegségek terén, de pozitívum, hogy ebben a klubban teljes körű tájékoztatást kapnak a problémáikkal kapcsolatban. Kezdeti időszakban elsősorban ismeretterjesztő előadásokat tartottunk, minden hónapban, vagy a helyi orvosok, vagy környékbeli orvosok, később a Pécsi Szívgyógyászati Klinikával jó kapcsolat alakult ki, és az ottani orvosok jöttek még előadásokat tartani. Ezen kívül voltak szűrővizsgálatok, aztán kirándulások, akkor a gyerekek számára szerveztünk ilyen versenyeket, akkor rajzpályázatokat, ami mind az egészséggel kapcsolatos volt. A klub 2008-ban öltött hivatalosan is egyesületi formát, amelynek köszönhetően számos lehetőség nyílt meg előttük. Így már hivatalosan pályázhatnak a városi civil keretre, a támogatások segítségével pedig színvonalas programokat tudnak szervezni. Szoros kapcsolatot ápolnak más, hasonló profilú egyesülettel az országban. Későbbiekben, ugye 2008-ban akkor egyesületté alakultunk, akkor a kapos szekcsőiek is csatlakoztak hozzánk, és Tóth Imre lett az elnök, én pedig a szakmai vezető voltam. 5 évvel később aztán én vettem át az elnöki szerepet is, és azóta is jelenleg én vagyok a Szívklub Egyesület elnöke. A program lényegében nem változott, ezek az előadások megmaradtak, minden évben voltak kirándulások, szinte már híressé váltak azok a kirándulások, amiket a régi Magyarország területére szerveztünk, tehát Kárpátaljára, Erdélybe, Délvidékre, aztán Szlovákiába, Csehországba, tehát úgy végigjártuk minden évben valamelyik területet. Ezek nagyon jó hangulatok és kirándulások voltak, és tényleg ilyen közösségépítő szerepe volt. Aztán fontos dolog volt, hogy több szívklub egyesülettel egy ilyen társkapcsolatot alakítottunk ki, így a Nagyatádi Szívklub Egyesülettel, a Pécsiekkel, a Faddiakkal, és velük ma is tartjuk ezt a kapcsolatot, kölcsönösen meghívjuk egymást a különböző programokra, és ezáltal tartjuk a kapcsolatot. 4 éve tagja vagyunk a Magyarországi Szívegyesületek Országos Szövetségének, és ezen belül évente egyszer vannak ilyen sportrendezvények, országos szintű sportrendezvények. Voltunk Miskolcon, Barcson, Egerben, Zalaegerszegen, és ilyenkor a tagjaink számára különböző versenyek vannak, tehát atlétikától kezdve úszás, teke, íjászat, sakk, kézilabda, röplabda, tehát különböző területeken lehet összemérni a tudást, és ezek egy nagyon jó hangulatú rendezvények szoktak lenni, ugye találkozunk más egyesületek tagjaival is, már szinte barátságok is kialakultak ez idő alatt. Kezdetben a szakmai vezetés Pap Lajos professzor vállalta fel, aki több alkalommal tartott előadásokat a tagok számára. Később ezt a feladatot Szabados professzor látta el, mondta el dr. Berecki Mária, a Szívklub vezetője. Irányításuk alatt több regionális szívklub találkozót is szerveztek. Ezeken általában a professzor úr is egy-egy előadást tart, illetve más előadók is szoktak jelentkezni. Ilyenkor a délelőtti órákban van egy-két előadás, és délután pedig közös főzés,
aztán közös zenés torna, zenés tánc, szóval teljesen ilyen közösségi programok szoktak lenni. Ami programunk most nyáron van, két héttel ezelőtt volt egy ilyen családi sportnapunk itt a tekepályán. Azok is megpróbálhatták, akik még soha nem tekéztek, meg ezt a petang játékot is kipróbálhatták. Egy hét múlva pedig Óbányára megyünk, és ott lesz egy ilyen gyalogtúra. Hát akik kevésbé bírják, azok kicsit a városban ott körülnéznek, a többiek pedig túráznak. Úgyhogy ez is egy ilyen kellemes kis program lesz, és igazából ugye el kellett halasztanunk az őszi időszakra a többi programot, akkor fogjuk ismét kezdeni ezeket az előadásokat. Amit még szeretnék mondani, hogy minden év végén tartunk egy karácsonyi klubestet, amikor nem szakmai előadások vannak, hanem egy ilyen kulturális programot állítunk össze. Nagyon népszerűek ezek a programok. A zeneiskolai növendékeket szoktuk hívni, vagy más egyesületeknek a kórusait. Szóval próbáljuk a többieket is egy kicsit megmutatni a mi klub tagjainknak. A Dombovári Szívklub Egyesületnek köszönhetően ma már nincsenek magukra hagyva a szívbetegek. Kérdéseik megválaszolásra kerülnek egy-egy szaktekintély színvonalas előadásán, mindemellett egy olyan csoport tagjai lehetnek, ahol a vidámságé és a pozitív dolgoké a vezető szerep.